Köszöntöm a Fehérvár Televízió valamennyi nézőjét. Január 28-ai ülésén elfogadta Székesfehérvár képviselő testülete a város költségvetését. A közgyűlés történéseiről fogunk beszélgetni stúdiónk vendége, Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget, és én szép estét kívánok mindenkinek. Mielőtt még belemerülnénk a költségvetés részleteibe, azt javaslom, hogy tekintsünk meg közösen egy videót, ami nemrégiben jelent meg a közösségi oldalán, és hát jól szemlélteti a költségvetést. A város közgyűlése elfogadta a Székesfehérvár 2022. évi költségvetését, és ahogy ígértem, szeretném ezt a költségvetést most részletesen bemutatni. Bevételek, kiadások, miből és mire és mennyit költünk. Ez egy 60 oldalas dokumentum, elég részletesen foglalja össze a város pénzügyeit. A város honlapján egyébként ez elérhető, hogyha ezt valaki böngészni szeretné, de aki alapvetően a főszámokra kíváncsi, annak most hozom azokat a zsetonokat, amit tavaly már bevezettünk. Ezeknek a segítségével akkor most bemutatom, hogy mire és mennyit költünk az idei esztendőben. Hasonlóan a tavalyi évhez zsetonokat hívtam segítségül, és egy zseton az ugyanúgy 1 milliárd forintot jelent, csak kicsivel több, mint egy 30-szal több zseton található itt most, de erről egy kicsit később. Ami a lényeg, hogy különböző színűek ezek a zsetonok, mert különböző forrásokból érkeznek pénzek Székesfehérvárra, amit fejlesztésre, működtetésre tudunk fordítani. A legtöbb a fehér színűből található, a kormányzattól kapunk mindegy 71 zsetonnyi összeget, tehát 71 milliárd forint körüli támogatást. Ebben benne vannak a fejlesztési támogatások, ez egyébként több mint 40 milliárd forint, de vannak működési, üzemeltetési támogatások is. Az élet minden területén használjuk ezeket, legyen a szociális terület, egészségügyi terület, kulturális terület, fejlesztések, működtetési feladatok, intézmények, köznevelés, szóval nagyon-nagyon sok mindenre fordítjuk ezt a 71 zsetont. A kék zseton az Európai Uniót szimbolizálja, az európai közösségtől kicsivel több mint 10 milliárd forint érkezik idén Székesfehérvárra az önkormányzaton keresztül, és 10 zseton találhatunk most itt az asztalon, és található itt nagyon szép piros zseton gyönyörű címerünkkel, ez szimbolizálja a város forrásait. Amit mindenképpen fontos elmondanunk, hogy itt most 106 zseton található, ez jóval több, mint a tavalyi esztendőben, de alapvetően nem ez a leglényegesebb pénzügyi adata egy önkormányzatnak, hanem a mi esetünkben ez a sok-sok piros, ez több, mint 25 zseton, több, mint 25 milliárd forint. Ez a saját bevételünk, ez az abszolút saját mozgástér, amit működtetésre, önként vállalt és kötelező feladatok ellátására, vagy éppen helyi beruházásokra, fejlesztésekre fordíthatjuk. Ez tehát 25 zseton, összességében pedig 106 zsetonból, több mint 106 milliárd forintból gazdálkodhatunk idén. Rendszeres nézőink talán emlékeznek, hogy a tavalyi esztendőben is egy ilyen ehhez hasonló zsetonos videóval kezdtünk, ahol nyilván, hogy az előbb elhangzott, jóval kevesebb zseton volt. Azonban a kettő időszak közötti fontos különbség, hogy amíg a tavalyi esztendőben egyedül döntött úgymond a költségvetés elfogadásáról, azért az idén az egy fontos előrelépés, hogy szerencsére úgy alakultak a járvánnyal kapcsolatos adatok, hogy ezt a teljes képviselőtestület tehette meg. És ez egy alapvető különbség, és azt hiszem, hogy az a természetes állapot, és az ezért mindenképpen a mai napban eleve pozitív, hogy a testület összeülhetett, és az önkormányzat döntését az idei évi költségvetésre, hogy mire fordítjuk a forrásainkat, a pénzügyi lehetőségeinkkel, hogy élünk, azt nem egy személyben döntötte el a polgármester, akár Fehérváron, akár más települések vonatkozásában, hanem a testület egészet tudott erről dönteni. Azért mégiscsak azt hiszem, hogy ez így jogállami, így demokratikus is, így normális is. Tavaly erre nem volt lehetőség, a rendkívüli jogrendben nem lehetett összehívni a testületeket akkor. Most örülök, hogy erre volt lehetőség. Ugye 20 fő volt jelen, abból 19 fő szavazott egyébként magánál a költségvetés rendeletnél, és ebből 16 fő támogatta, ami azt hiszem, hogy egy nagyon szép, egyértelmű többséget mutat ezen városi költségvetés mögött. Ugye említette a videóban is, hogy 106 milliárd forint a fő összeg, de nem ezen van a hangsúly, ezért mégiscsak beszéljünk egy kicsit erről a 106 milliárd forintról.
Igen, és hát a vita egy része is e körül forgott, mondván, hogy rekordév, és közben ehhez képest ugye az áthúzódó tételekkel, ebből mi új és mi az, ami már megjelent adott esetben 2020-ban vagy 2019-ben is egy-egy nagy fejlesztés vonatkozásában. De én itt is aláhúznám, hogy nem ez a lényeges szám, a saját bevétel az az igazán fokmérője egy önkormányzat gazdálkodási lehetőségeinek szabadságára. De a 106 milliárd forint, kicsivel több is ennél a teljes összeg, amit most az önkormányzat döntésként költségvetésbe foglalhatott. Ebben nincsenek benne az önkormányzati cégeink árbevételéhez kapcsolódó lehetőségek, az még e fölött van. Tehát azt hiszem, hogy ez egyébként valóban egy szép összeg. Ebből jóval több, mint 60 milliárd forintot fejlesztésekre, beruházásokra fordíthatunk, ebben van, és ez a legnagyobb kormányzati támogatásból megvalósuló fejlesztés, van Európai Uniós fejlesztés, és van saját erőből történő fejlesztés is. Mindegy 37 milliárd forintot költünk működésre, üzemeltetési feladatokra, ebből több mint 17 milliárd forintot az intézményeink működtetésére, ebbe a polgármesteri hivatal is beletartozik. Tehát ezek ez a két nagyon nagy csomag. Nyilván a működésen belül is vannak önként vállalt feladatok, kötelező feladatok, ami egészen biztos, hogy fontos. Egyrészt, hogy ez egy stabil és biztonságos költségvetés, és stabil és biztonságos működtetést és nagy arányú fejlesztést tartalmaz. Hitel nélkül, tehát idén sem kell fölvennünk hitelt, ami azt jelzi, hogy a gazdálkodásnak a feszessége azért ebben az esztendőben is adott lesz. Több mint 6 milliárd forint tartalékkal tudunk a működési és fejlesztési forrásokon túl számolni, és mindezt úgy értük el, hogy a saját bevétel emelkedik ugyan, de a helyi adót magánszemélyeknek Fehérváron továbbra sem kell fizetniük. És továbbra is jogszerű a város költségvetése, ugye? Ez is vita részét képezte, vagy hát igen, mert szerintem pontatlan megfogalmazások hangoztak el, és ez azért nem jó, mert ahogy elhangzott, abból azt is lehetett érteni, hogy gyakorlatilag mi nem számolunk be minden egyes forintról, ha pedig nem számolunk el minden egyes forintról, és így nyújtottam volna be a költségvetést, nem így tettem, de így tettem volna, akkor ez egy jogszerűtlen benyújtott és jogszerűtlen tartalmú költségvetés lenne, már pedig nem szeretünk jogellenes döntéseket hozni. Főleg azért, hiszen ezt mindig a hivatal készíti elő hosszú-hosszú hónapokon keresztül. A könyvvizsgáló, amik pedig egy független könyvvizsgálója minden önkormányzatnak, nyilván ilyen Fehérvárnak is van, pedig egyértelműen a könyvvizsgálói nyilatkozatban rögzítette, hogy a valóságnak megfelelő, teljes körű a költségvetés és minden jogszabálynak is megfelel. Tehát ezért nem mindegy, hogy bánunk a szavakkal. Én értem, hogy szinte már kampány van, értem, hogy politizálnak képviselők a közgyűlésbe, de azért nagyon fontos, hogy pontosan fogalmazzunk, és érdemben, tartalmilag valóban arról vitatkozzunk, ahol esetleg ennek a vitának van joga, és ne vádoljuk nem csak részben magunkat, vagy a másikat, hanem magát a hivatalt is azzal, hogy mintha jogellenes, vagy jogszabály ellenes költségvetés került volna benyújtásra. Egyébként utána már a viszontválaszokba ez nem hangzott el, tehát én bízom benne, hogy ez tényleg csak egy fogalmazási probléma volt. A vita meg hát zajlott, aki figyelemmel kísérte, az tudja, hogy mik voltak a felvetések, milyen válaszok születtek, és azt hiszem, hogy egyébként ez a vita, ez még mindig abszolút a politikai, azon politikai rendszer és keretek között maradt, amire szerintem az itt a helyi közélet mindennapjai tekintetében, a közbeszédben szükség lenne. Nem kell egyetérteni, most is rengeteg dologban vitatkoztunk, rengeteg tényállítás szerintem hamis, ami elhangzott, de stílusában egyébként szerintem egy normális vita volt. Az is elhangzott, ugye, hogy azért ezek a bevételek, a városi bevételek is, vagy akár a kormányzati támogatások is úgy érkeznek, hogy azért valljuk be, hogy nem egy átlagos, normális időszakot élünk, és nem egy átlagos, normális időszakon vagyunk túl, elég, hogyha a Covid-járványra gondolunk. És nekem az ellenzéki felvetések egyikében másikba pont ennek az elemnek a hiánya tűnt föl. Tehát itt vagyunk egy közel két éves világjárványnak a, hát még nem is a végén, mert ugye még mindig sajnos benne vagyunk, a napi megbetegedések száma most is nagyon, nagyon magas, bár szerencsére a kórházi ellátottak száma nem nő ilyen arányban, mértékben, de még itt van velünk ez a kis láthatatlan szörnyecske, és erről valaki 20 percig beszél a költségvetésről, és egy fél mondattal sem emlékezik meg, az nekem furcsa. A koronavírus járvány, ahogy a világ összes országát és a világ összes önkormányzatát érintette, mi már Fehérvárt is érintette. Én egy valamit tudok, hogy rengeteg ember munkájának, erőfeszítésének, áldozatvállalásának köszönhetően olyan költségvetést tudott ma
a testület elfogad, mint még egyszer nagyon nagy többséggel, amely költségvetésről még talán fél évvel vagy egy évvel ezelőtt sem álmodhattunk volna. Tehát akkor valaki megkérdez, hogy milyen lesz a 22-es költségvetés, hát nem biztos, hogy minden elemet felsoroltam volna, amit most meg tudunk valósítani. Tehát erre szerintem érdemes büszkének lenni, és szerintem ez fontosabb dolog, mint hogy most a napi csatározásban egy-egy jó mondatért ezt feláldozzuk. Szerintem érdemes köszönetet mondani az embereknek, ők dolgoztak meg ezért, és ők lesznek azok, akik az üzemeltetés biztonságát, a magas színvonalú közszolgáltatásokat érzékelik, és azt, hogy minden városrészben történnek fejlesztések. És ha már fejlesztések, ugye azt sugalták néhányan a közgyűlésen, mint hogyha az elmúlt években semmilyen beruházás nem történt volna a Fehérváron. Az egy dolog, hogy mit mondanak a tények, de hát szerintem az emberek tapasztalata is más. Akár itt ugye ebbe a stúdióba is rendszeresen hallunk olyanokat, akiket megszólítta a kamera, és elmondják a véleményt, azért olyan nagyon ritkán hangzik, hogy nem történik semmi. Ez nem azt jelenti, hogy problémamentes, nem azt jelenti, hogy kihívásmentes egy nagyváros élete. Mindig lesz és előttünk kihívás, megoldásra váró probléma, de azt mondani, hogy nem történik semmilyen fejlesztés, szerintem az túlzás. Másrészt tudomásul kell venni, hogy a nagy beruházásoknál, középiskolai kampusz, multicsarnok, ha államit nézünk Fehérváron, akkor kórházfejlesztés, ezek nem úgy tudnak megtörténni, hogy eldöntjük, akkor két nap alatt megtervezzük, három nap alatt engedélyeztetjük, és jövő hónapban már zajlik a beruházás. Ez több ütemes történet? Ez több ütemes történet, mindegyik ütem az akár sok-sok hónapot vesz igénybe, de a költségvetésbe, akkor, amikor az állammal gyakorlatilag megállapodunk az ütemezésbe, és megérkeznek a források, vagy tudjuk, hogy az adott évben meg fognak érkezni, akkor azokat beemeljük a költségvetésbe. Ez nem azt jelenti, hogy abban az évben feltétlenül az egészet el is fogjuk tudni költeni, hanem időről időre megyünk előre, és meg fog valósulni az adott beruházás. Ez egyébként az összes ilyen jellegű fejlesztés is el fog készülni. Ezek zöme már egyébként el is indult, most mindegy, hogy önkormányzat, a beruházó vagy állam, szerintem ez az embereket kevésbé érdekli. Őket az érdekli, hogy a Szentgyörgy kórházban megint épülni fog egy teljesen új épületszerny, három emeleten, 6000 négyzetméteren. Vagy az érdekli, hogy több mint 15 iskolát érintő oktatás és intézményfejlesztési programot tudtuk elindítani. Tehát én abban megértést kérek azért, nem feltétlenül irányomban, de a szakemberek irányában mindenképpen, hogy nem lehet egyszerre néhány nap alatt óriási fejlesztéseket megvalósítani, ezért mondjuk el mindig, hogy megszületett a döntés, megvannak a tervek, megvan az engedélyeztetés, megvan a forrás, és időről időre beszámolunk, hogy az adott fejlesztések hogyan állnak. Ez azt jelenti, hogy van áthúzódó tétel, tehát ami megjelenik egyik évben, vagy megjelenik a következő évben, középiskolai kampusz, aminek a forrása az egyébként már a város számláján van, tehát természetesen is szerepel a város idei költségvetésében. És mondjuk, hogyha a kórházat már említette, ott például lehet, hogy nem lenne szükség ekkora tételre, és lehetne azt a pénzt másra fordítani, hogyha 2015 a Pós kórház programból nem szorult volna ki értetetlen okokból Székesfehérvár. Ez ugyan, abszolút így van, és azóta sem magyarázta meg senki a baloldalról, hogy vajon miért, mi a magyarázata, hogy az ország és a vidék egyik legnagyobb kórházát annak idején a kórházfejlesztési programból kihagyták. Én magam sem értem, tehát nem látom a döntés mögött, tehát sem a racionalitás, sem igazán az okot, de az biztos, hogy miután nem valósult meg, ezért 2010 után kellett ennek nekifognunk. Elmondtuk, hogy két ütemben tudjuk megcsinálni. Az egyik ütemet átadtuk 2014 körül, a másodiknak pedig az előkészítő és az építkezési munkálatai is pedig már elkezdődtek, és be fog körülbelül kettő éven belül fejeződni ennek az új tömnek a felépítése. De hát van egy másik hasonló út, hogy amikor a nyugati elkerülő út sem épült meg 2015, ami azért probléma, mert akkor ezzel kellett 2010 után foglalkozni, ahelyett, hogy mondjuk már a körforgalmakkal tudtuk volna. Ezért meg kellett építeni a nyugati elkerülőt, utána tudtunk ráfordulni az Osan körforgalomra, közben már előkészítés alatt van az M81, a 4. stráda lejáró. Tehát ha évek maradnak ki a városban fontos fejlesztések tekintetében, akkor sajnos azután torlasztani fogja a következő évek fejlesztés politikáját, ami problémás iskoláknál, szintén ugyanezett rendelőintézeteknél, ugyanez a helyzet. Én azt kértem ellenzéki képviselőtársaimtól, nyugodtan küldjék el nekem, hogy szerintük 2002 és 2010 között milyen fejlesztéseket valósítottak meg akkor a kormányzat segítségével. És ezt hasonlítsuk össze azzal, hogy mi történt azóta.
Tehát én csak azt kérem, hogy legyünk tényszerűek. Én magam is említettem a mai, akár expozémba, akár a válaszban is, hogy van olyan terület, ahol valós problémák vannak, beszéljünk a valós problémákról. Magas a szolidaritási hozzájárulás mértéke, beszéljünk erről. Nem kell költeni és kitalálni nem létező problémákat, vannak egy ekkora rendszerben, pedig mindig lesznek is megoldásra váló feladatok bőven. Koncentráljunk azokra. Szolidaritási adót, hogyha már említette, azt is elmondta, hogy egyetért vele, de a nagyságával nem. Igen, és ezt én évek óta hangsúlyozom, most egy kicsit csökkent, ez jó ír, 300 millió forinttal, tehát azért ez sem két fillér van helye ennek a költségvetésbe, de a következő parlamenti ciklusban remélem, hogy lehet erre valamilyen megoldást találni. A szolidaritás az fontos elv, akár önkormányzatok között is működhet, de akkor tudjuk azt, hogy kikkel vagyunk pontosan szolidárisak, és ott mi valósult meg azokból a forrásokból, amit a fehérvári gazdasági szereplők termeltek meg, nem csak fehérváriak részvételével is. Ezért mi az agglomerációs felhasználást sürgetnénk, hiszen a fehérvári mondjuk iparban, akik a legnagyobb befizetői adó oldaláról a város költségvetésének, nem csak fehérváriak dolgoznak, hanem több mint 32 ezer munkavállaló van, aki ingázik, azok nagy része az iparban dolgozik, lakik Kösszárhegyen, Szabadbattyánba, Polgárdiba, Mór irányába, Velencei-tó irányába. Szerintem az valódi szolidaritás, hogy az itt megtermelendő forrásokból ezek a települések is részesülnek, ahonnan jönnek az emberek és dolgoznak a mi gazdaságunkban. Tehát ezeket szerintem jól össze lehet hangolni, nem egy kampányidőszak az, amikor ezeket a stratégiai problémákat meg lehet oldani, de én azért jelzem időről időre, mert bízom benne, hogy a következő időszakban fog erre megoldás születni. Ugyanígy indult el, és aztán valósult meg az adósság konszolidációja az önkormányzatoknak. Ott is felvetettük, mondtunk, tárgyaltuk, javaslatokat tettük, és az lett a vége, hogy két ütemben végül is ott 2013-14 magasságában a kormány valamennyi önkormányzattól, pártállástól függetlenül átvállalta az adósságállományt, és tehermentesítette ezzel az önkormányzatokat. Ez Fehérvár esetében kamattal, költséggel és tőkeösszeggel együtt több mint 18 milliárd forint átvételét jelentette. Akkor még sem béreztetik ki a kormány az önkormányzatokat? Hát szerintem erről szó sincsen. Vannak az önkormányzati finanszírozásban problémák. Alapvetően fejlesztések tekintetében soha ekkora forrásokat azonban nem kaptak különösen a nagyvárosok. De hát mondjuk a Magyar Falu programban pedig éppen a kis települések, Fehérvár sem, Szeged sem, Hódmezővásárhely sem, Debrecen sem rendelkezett soha akkora fejlesztési forrásokkal, mint ezekben az esztendőkben. Ezt jó lenne folytatni, jó lenne mondjuk, amikor befejeződik pár év múlva a modellvárosok programok, esetleg annak egy újabb ütemét elindítani. De ezzel úgy gondolom a fejlesztés politikával nincs probléma. Azt üdvözölni lehet. A működtetési struktúrában, a feladatfinanszírozásban vannak problémák, alulfinanszírozott területek, ahol szerintem szükség lesz állami kiegészítő támogatásokra a jövőben. Tehát érdemes ezeket az asztalon tartani. És én mindösszesen mindig arra kérem csak a kollégáimat, pártállástól függetlenül, ma a közgyűlésen is elmondtam, hogy az úgy nem jó, hogyha ha ellenzéke egy polgármester, akkor minden rossz és borzalom és elvonások, és nem kapunk semmit, és nem számol be senki arról, hogy egyébként ezt viszont kaptuk mondjuk az államtól. Ha pedig kormánypárt, akkor pont a fordítottja, hogy minden tökéletes. Nem. Az önkormányzati rendszer egy óriási struktúra. Vannak benne nagyon jó működő elemek, és vannak benne javításra szoruló elemek. Ha az önkormányzatok erre koncentrálnak, és ezzel a hangvételes és stílussal, akkor tudunk eredményt elérni. Lásd, az elmúlt hetekben is számos olyan eredményt elértünk, amit közösen vetettünk föl ellenzéki polgármesterekkel, a kormány meghallotta és meghozta a döntéseket. Például a béremelésekből fakadó kiegészítő támogatásokat valamennyi önkormányzat egyébként megkapta. Hogyha már itt tartunk, akkor ugye önnek folyamatosan szoktak lenni javaslatai, kritika, vagy egyéb irányában a kormánynak a különböző intézkedésével kapcsolatban. Volt már, hogy csatlakozott ehhez mondjuk ellenzéki politikus is, hogy támogassa az önkezdeményezését, vagy egyetértette ebben? Volt azért erre példa az elmúlt években. Együtt vittük végig az adósságkonszolidációt, a legutóbbi pont ez a pár héttel ezelőtti, hogy próbáljuk elérni, hogy az egyébként mindenki által üdvözölt minimálbér emelés, garantált bérminimum emelés, ágazati bérek, bérpótlékok emelésének a költségvetési fedezetét, ahol az állam hozott ilyen döntést, ott az állam adja is oda az önkormányzatoknak. Például ezeken a tárgyalásokon ott volt Pécs polgármestere, vagy Miskolc polgármestere, akik egyébként ellenzéki városvezetők. Tehát van egyfajta kollegialitás, sőt én most azt érzékelem, hogy ők például már rájöttek arra, hogy lehet, hogy nem kéne engedni nekik sem, hogy mesterségesen szembeállítsák az önkormányzati szektort a kormányzattal. A kormány egy kemény tárgyalópartner, nyilván az állami költségvetésnek rendbe kell lennie,
Ma is azért hangzott el a tekintetben ilyen kritika, de közben pedig mindent fizessen az állam, és hát ne felejtsük, hogy az önkormányzat cselekvőképességet is jelent. Tehát nem csak azt jelenti, hogy oda megyünk és tartjuk a halkunkat, hogy mindent fizessen ki a helyettünk az állam, mert ha az így történik, akkor minek vannak az önkormányzatok? Hát pont azt kéne elérni, hogy minél nagyobb saját mozgástérrel rendelkezzenek a települések, viszont az a döntés joga mellett a döntés felelősségét is kell, hogy eredményezze. Ha már a felelősségnél tartunk, akkor a felelősség kapcsán épp a panelprogram jutott az eszembe, ami megint egy ilyen megkérdőjelezhető dolog volt 2010 előttről. Igen, és nem az ingatlan tulajdonosok részéről, tehát én hangsúlyozzuk, hogy jó úgy végigmenni a városon, hogy a fehérvári panelépületek jelentős része az megújított részben vagy egészben. Nyilván energiakorszerűsítés, az rezsicsökkentést is jelent, de emellett jelent környezetvédelmileg is előrelépést az adott technológia tekintetében. De a finanszírozás azért az érdekes volt, és előjött most ebben a vitában is. Igen, megvalósult a program 2010 előtt, de az önkormányzati egyharmadra, ami kb. 6 milliárd forint volt, hitelt vett fel a város, és eznek a hitelnek a törlesztését 2010 után kellett elkészíteni. Tehát erre mondtam én viccesen, hogy akkor valaki a fehérváriaknak a panelprogramot finanszírozta, az az adósság konszolidációt követően egyébként az Orbán kormány, mert hogy ők vették át és fizették ki ezeket a hiteleket, ami mögött persze az állampolgárok befizetései vannak, ugyanúgy, mint egyébként az összes kapott forrás mögött. Ezért fontos az, hogy miközben a politika egymással vitatkozik, azért mindig álljunk meg egy szóra, hogy ilyen klasszikust idézzek, és mondjunk köszönetet az embereknek, mert ők dolgoznak meg az állami támogatásért, ők dolgoznak meg a helyi támogatásért, de ők dolgoznak meg az Európai Uniós fejlesztési forrásokért. Azt nem Brüsszelből érkezik? Hát Brüsszelből érkezik, de akkor a másik meg Budapestről. Tehát hogy én mindig csak azt kell, hogy ugyanazt a bázist alkalmazzuk. Ha azt mondjuk, hogy nem a kormánytól kapjuk, hanem a magyar emberektől, akkor ez ott úgy is igaz, hogy nem Brüsszeltől kapjuk, hanem a magyar és az európai emberektől, hiszen ők fizetik be az adót, ők teszik le a teljesítményt az asztalra, és így jönnek a források. Mit tudunk garantálni és biztosan mondani? Nekünk mind a három forrásra szükség van. Európai Unió, kormányzati forrás és városi forrás, plusz tegyük hozzá a magánberuházásokból megvalósuló fejlesztéseket, és akkor így érdemes értékelni, hogy mit kapott ez a város a korábbi kormányzati ciklusokba, és mit kapott mondjuk a most zárulóba. Hogy ez is a döntés egyik eleme legyen mondjuk április 3-án mindenki fejébe. 106 zseton, hogyha fogalmazhatok így, mi lesz elég? Azt hiszem, hogy elég sok mindenre. Húzzuk alá, hogy amire biztosan, hogy a működés, üzemeltetés az garantált biztonságos, közszolgáltatások és az intézmények vonatkozásában mindenképpen. Én nagyon örülök annak, hogy meg tudtuk emelni a dologi kiadásaikat az intézményeknek, hogy ez 2020-21-ben csökkenteni kellett. Az akkori kisebb, a Covid miatti kisebb bevételek okán most ezt vissza tudtuk emelni, aminek nagyon nem csak ők örültek, hanem mi is, mint fenntartó. Ez egy nagy előrelépés. A közszolgáltatások garantáltak és biztonságban vannak az idei esztendőben. A működtetéshez kapcsolódóan nagyon komoly forrásokat tudunk közösségi közlekedésre, annak a fejlesztésére költeni. Ebbe beletartoznak az új autóbuszok, például elektromos autóbuszok, azoknak a finanszírozása, de beletartozik az is, hogy a hálózatot bővíteni, fejleszteni. Tudjuk Maroshegy irányába, Öreghegy irányába, Börgön, Csala, vagy éppen Kisfalud irányába, tehát szerintem ezek fontos lépések. A beruházások esetében pedig, fejlesztések tekintetében pedig továbbra is igaz, hogy nagyon nagy a fejlesztések üteme. És tegyük rögtön hozzá, hogy jelenleg elsősorban a korlátokat nem is pénzügyi természetűnek látom, hanem kapacitásbelinek. Tehát egyszerűen nincs elég tervező, nincs elég engedélyeztető, nincs elég adott esetben közbeszerzést lebonyolító szakember, és nincs elég kivitelező. És akkor ezért csúszhatnak a dolgok? És részben ezért is csúszhatnak, illetve azért, mert az építőiparban egy óriási áremelkedés történt az elmúlt esztendőkben. Hát erre ugye Fehérvár önkormányzatának viszonylag kevés a ráhatása, és ezért mindig kerestük azokat a műszaki megoldásokat, amik megfelelő minőség mellett, de a rendelkezésre álló keretekből egyébként finanszírozható fejlesztéseket eredményeznek. Utólag is ezt felróni, az szerintem nem teljesen kerek és nem teljesen korrekt, de én ennek azért nem tulajdonítok nagy jelentőséget, mert amikor beszélgetek olyan fehérvári polgárokkal, akik egyébként a világ dolgairól lehet, hogy másként gondolkodnak, mint mondjuk én, de Fehérvárra terelődik a szó, nagyon-nagyon ritkán köszön az vissza, hogy itt nem történik semmi. Tehát ott még a
az ellenfeleim zöme is elismeri, hogy azért nagyon-nagyon sok minden történt ezekben az években, és nem magam miatt esik rosszul, ha valaki ezt tagadja, hanem azért esik rosszul, mert pontosan látom és tudom, hogy hány, de hány ember óriási munkája, erőfeszítései vannak a mögött, hogy fejlődni tudjon a város. És amikor ők azt hallják, hogy nem fejlődik, akkor olyan, mintha ők nem csináltak volna semmit. És hozzám érkeznek ilyen visszajelzések, hogy mondhat egy politikus ilyet, az ő munkájukat miért veszi semmibe. Tehát azért nyugtassuk meg őket, hogy igenis a fehérvárjak zöme észreveszi, hogy a városrészekben és a város egésze tekintetében is fontos beruházások zajlanak. Sajnos egyébként néha úgy is észreveszi, hogy mondjuk nehéz közlekedni. Tehát egy kisbudai prohászka felújítás, az hónapokig probléma a közlekedésben. Na most szerintem ott azt üzenni, hogy nem történik ott semmi, hát az nehéz azoknak, akik mondjuk a Horváth Istvánon állnak és a harmadik lámpánál hát, jutnak át, vagy a prohászkán laknak. Tehát ők pontosan látják, hogy mekkora fejlesztések történnek, 6 méter mélyen kell közművet cserélni, sok-sok évtizeddel ezelőtt letett közműveket most cserélünk, pontosan emlékezzünk rá, hogy hány és hány csőtörés volt mondjuk a Kisbudain az elmúlt években, ezt szeretnénk megszüntetni. Hát szerintem a tények azok makas dolgok, és Fehérvár pont az a város, hogy mindenki nagyon sok városrészben jár, és szerintem látja és érzékel, hogy mi történik, mind ahogy azt is látjuk és érzékeljük, hogy mit kell majd még a következő években megvalósítani. Ugye itt két nagyon régi motoros, hogyha fogalmazhatok így, hozott erre példákat is, hogy melyik városrészben mi történt. Jelesül ugye Farkas László és Szilli István, akik függetlenként hát tényleg évtizedek óta ülnek a képviselőtestületben. Igen, Farkas László elnök úr is mondta, hogy ugye ez a 32. költségvetés, és csak azért nem a 33., mert hogy tavaly a polgármester egyedül fogadta el a rendkívüli jogrendben. Tehát azért neki nagy tapasztalata van, és ő összehasonlított egyes ciklusokat egymással, egyéni képviselői megközelítésből szerintem nagyon érdekes volt, és hát ha valaki ezt össze tudja hasonlítani, akkor az az ember, aki Palotaváros déli részén hosszú-hosszú évtizedek óta dolgozik, és pontosan látja, hogy mikor és mi történt, azt hiszem, hogy ezt hitelesen tudta megtenni. Még egy olyan kritika is megfogalmazódott, hogy ez most akkor kampányköltségvetés, vagy nem? Ön ezt hogy látja? Hát szerintem, ha kampányköltségvetés lenne, akkor nem lenne 22 és 23-ra vonatkoztatva több mint 6 milliárdos tartalék a költségvetésben, hanem ezt is felhasználtuk volna, elköltöttük volna üzemeltetésre, odaadtuk volna valamilyen formában fejlesztésekre, és sorolhatnám, az ötletek azok soha nem lennének, ötletek végére soha nem érnénk, de nem ez történt. Ahogy az előző években is mindig konzervatív alapon terveztük a költségvetést, például az iparüzési adónál, azt vettük figyelembe, ami a 2021-es gazdasági teljesítményből következik, miközben úgy látjuk, hogy jelentősen nőni fog a gazdaság idén. Magyarul ennél az adóbevételnél várhatóan több jön majd be a város költségvetésébe, de nem írtuk be a bevételi és kiadási oldalon, mert majd akkor fogunk róla dönteni, amikor ez valóban megérkezik a város számlájára. Szóval lett volna a lehetőségünk ennél több pénzt is költeni, de világosan megmutatta az elmúlt másfél-két esztendő, hogy egy nagyváros életében mindig történhet váratlan esemény a városban, vagy a világban, ami hat ránk. Ilyen volt mondjuk a járvány. Milyen jó volt, hogy tudtunk tartalékokhoz nyúlni. Nem elfelejtve, hogy 2020 elején a költségvetési vitába azt javasolta az ellenzék, hogy csökkentsük le a tartalékot, és inkább használjuk föl. Most teszem fel a kérdést, hogy mekkora bajba került volna a város, ha mi akkor erre hallgatunk és elköltjük a pénzt. Akkor sem tettük, és most sem költünk el minden rendelkezésre álló forrás. Bízva persze abban, hogy erre végül is nem viszmajor helyzetekben és azok megoldására kell majd számítanunk, hanem ezt is időről időre, aztán újabb és újabb döntésekben, szolgáltatások színvonalának emelésére, bővítésére, az ellátási rendszer működtetésére, fejlesztésére, vagy beruházások megvalósítására tudjuk majd fordítani. Ami azért fontos szerintem ebben a politikai közegben, és tényleg így a választások előtt, hogy azért jó néhány téma volt, amiben egyhangú döntést hozott a képviselőtestület, függetlenül attól, hogy most valaki a Fidesz frakcióban ült, vagy éppen az ellenzék frakciójában, vagy akár függetlenként kellett szavaznia az adott kérdésről. Igen, és én magam is említettem a beszélgetésünk elején, hogy összességében én a vita hangvételét azt pozitívnak értékeltem, és szerintem van mit továbbra is példaként oda tennünk az országos közélet párbeszédei, vagy annak hiánya mellé, hogy mi itt Fehérváron ezt itt csináljuk. Ez köszönet a
a kormánypárti ellenzéki képviselőknek, valamennyi önkormányzati képviselőnek, és számos olyan ügy volt, ahol pedig nem a stílusában volt, csak normális mondjuk a vita, hanem egyáltalán nem volt vita, hanem egyetértés alakult ki. Szerintem a mai döntéseink döntő részét is így egyhangulag hoztuk meg, ha fejlesztésekről volt szó, akkor is Balatoni út szerviz útjának a felújításának első ütemét tudjuk elkezdeni, ha már Farkas Lászlóról beszéltünk, akkor talán kiemelem ezt a palotavárosi fejlesztést, de hát döntöttünk intézményvezetők kinevezéséről, a Kossuth Zsuzsanna, vagy éppen a városi levéltár élére hosszabbítottuk meg igazgatóasszony és igazgató úr mandátumát, elfogadva az új pályázatukat további öt esztendőre, megköszönve egyébként nekik az erőfeszítéseket, az eddig végzett munkát, a Szép Hő ZRT élére a vezérigazgatót és az igazgatóságot szintén egyhangú döntéssel neveztük ki. Tehát azért szerintem ezekről is, és köszönöm ezt a kérdést, ezekről is fontos beszélni, hogy az emberek ne azt lássák, hogy na ezek ott mindig acsarkodnak, hanem látható legyenek azok az ügyek is, ahol viszont abszolút egyetértés van. És ez a döntéseink, nem néztem meg statisztikailag, de egy érzetre, ma is 70-80% az egyhangú döntéssel született meg. Végezetül műsorunk végén még egy nagyon fontos kérdés, hiszen azért az energiaárak vonatkozásában beszélgettünk már itt, hogy nehéz helyzet alakulhat ki, ugyanakkor most sikerült megállapodásra jutni. Ezt is elmondta a közgyűlésen. Legalábbis a Szép Hő tekintetében előre tudtunk lépni. Talán visszaemlékeznek rá a kedves nézők, hogy ott az év vége fele volt egy nehéz helyzet, nem csak Fehérváron, hanem más városok esetében is. A gázbeszállítója az jelezte, hogy fel fogja mondani a szerződést, ha nem lehet egy áremelkedésben megállapodni, akkor a Szép Hő megállapodott, ez nyilván többletkiadást eredményez neki, illetve a városnak, de ezzel párhuzamosan, és szerencsére ez egy jó hír, amit ma bejelenthettem, a erőmű működtetéséből, a gázmotorok működtetéséből fakadó villamosenergia többletet, amit értékesítünk egyébként az EON irányába, az pedig az EON magasabb áron veszi át, és ez azt jelenti, hogy itt viszont rögtön van egy megtérülés a Szép Hőnek, hogyha a Szép Hő működése és fejlesztése is garantáltak, ugyanúgy, mint valamennyi közszolgáltatóé. Fontos ez az év ebben a tekintetben is, hiszen például a Depónia az megkezdi hamarosan a kiköltözést Csalára. Szerintem a Malom utcában és környékén élők kezdhetnek, és biztos, hogy jól is esik majd neki, amikor ezt fellélegezhetnek, hogy nem indul el hajnali 6 órakor az a 60 gépjármű, amely egyébként alapvető szolgáltatást lát el, és köszönet azoknak, akik ezt a munkát végzik. Tehát a közszolgáltatók esetében is nagyon fontos fejlesztések fognak megtörténni 2022-ben a működtetés garantálása mellett. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a lehetőséget. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmüket, köztérrel természetesen a jövő héten is jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban. A részletekről, a költségvetésről pedig a YouTube-on még megnézhetik az itt elkészített beszélgetést, de olvashatnak online felületeinkről is a költségvetés elfogadásáról. Köszönöm, hogy itt voltak, viszontlátásra!